Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Fichor Zoltán, azaz Fifika. És Nagy Mátyás. Alias... Alias... Nagy Mátyás. Alias Seggiző Mátyás. Kezdjük egy kis multidézéssel szerintem. Nem? Jó. Hogy mennyire rock and roll volt a múlt hét szombat. Mert hogy volt egy 50. találkozónk, rengeteg-rengeteg ajándékkal meg likviddel, és a visszhangokra majd külön kitérek, azt egy ilyen olvasói blokkban pont meg lehet majd említeni, de nekem nagyon bejött. Nem tudom nektek, hogy csapódott le. Én nagyon jól éreztem magam, rengeteg emberrel beszélgettem, nagyon sok rég nem látott arccal, kaptam rengeteg ajándékot, megnyertem Boris régi szettjét, nem lehetnék boldogabb, ettem egy nagyon jó finom söröket, ittam. Várjál, már a tied lett a Smells Like Fish? Igen, amit azt mondta, hogy az straight from Irina. Igen. Emlékszem most már. Úristen, hát szerintem az utóbbi idők legtöbb embert összehozó találkozója. Ha nem a legtöbb embert összehozó. Hogy micsoda? Ha nem a legtöbb embert összehozó. Ha nem a legtöbb embert összehozó találkozója volt. Nyilvánvalóan nehéz így egyébként podcastelni, hogy az egyik társunk elmegy sült krumplit, rántott sajttal zabálni, folyamatos zsibongás van a háttérben. Mondjuk gondolom jó megszívtad, mert utána meg vágni kellett orba szájba az összes anyagot. Nagyon jó volt. Rengeteg embert a Facebookról ismerek, és most ott voltak élőben, és tudod így nézted, hú de ismerős, és akkor így beugrott a kis Facebook kép. Jaj, tudom! Nagyon érdekes volt egyébként, meg felemelő szerintem. Tehát nekünk podcastereknek biztos, hogy ez egy nagy élmény volt így, kvázi egy közönség találkozón részt venni. Hát tudod, mi volt nekem a nagyon kemény, mikor olyan fél öt körül megjöttek a pécsiek, és szóltak, hogy nincs hely. És akkor néztem csak föl, hogy atya úristen, tele van a terem. És akkor volt az, hogy először a másik terembe ültették őket, aztán oda hátra. De szerintem egyébként mindenki jól érezte magát. Volt, aki nekem egy kicsit sok volt már így a vége felé, de eszméletlen jó hangulat volt. Szerintem mindenki csak nyert ezzel a találkozóval. Üres zsebbel ugye senki nem távozott. A slusszpoén az volt, hogy Szegedről telekocsival jöttünk, és az egyik Weber társunk az arról beszélt egész úton, hogy a Jossinál kinézte azt a kazánt, és hogy fú, és... Ja, Weber Giant-et. A Weber Giant-et, és majd most beszél is az Oszival, meg nem tudom én, és erre Charlie, amikor te vagy a 14., aki jó töltötte ki az izét, és így hátra nyúlt, odaadta a Weber Giant-et a kezébe, hát az kész volt az a gyerek, tehát ez valami zseniális. A véletlenek összjátéka, tehát senki nem készült rá, vagy nem tudom, az pont Fortuna is tanasszony kötőjébe így esett, de egész úton hazafelé ezt mondott, ezt nem hiszem el. Az egy pici üröm is legyen az örömbe, én hallottam olyanokat, ilyen susmorgásokat mindenfelől, hogy volt egy kis bunda benne, és én most eloszlatnám a kételyeket, hogy nem. Láttam a sorrendet, és tényleg azt szerint voltak sorba kihívva az emberek. Charlie gyakorlatilag hátranyúlt, és úgy osztotta sorba az ajándékokat. Tényleg nem válogatott a nyertesek közül, szóval nem is tudta, hogy ki fog következni, mert ugye a Krisztián olvasta föl a neveket igen. A listáról. Igen.
Ilyenek is voltak? Nem nézte, csak sorba szedte az ajándékokat. Ugye ráadásul volt ott némi keveredés a második, első, harmadik hely. Hát annyi volt ugye, hogy a második nem volt, akkor a felhő megkapta a másodikat, a harmadikat újra sorsoltuk, és még annyi volt a csemege, hogy Activi volt az első, aki lemondott a saját fa módtartójáról. Milyen elegáns, és ezért a vége az lett, hogy az külön ki lett sorsolva, akkor azt Boris kapta, aki végül elcserélte valakivel egy pólóra, tehát... És az is pont ahhoz a sráchoz került, én beszéltem vele utána, aki mondta, hogy ő is pont azt a darabot nézte ki magának, az nagyon-nagyon tetszett neki, úgyhogy ennek tényleg örülök, hogy így jött ki az egész. Én is pont nem számítottam rá, hogy fogok nyerni, megmondom őszintén, de nagyon örülök, hogy hozzám került ez a Trustfire raksi. Próbáltuk a helyszínen felrobbantani háromszor is, de nem sikerült. De hülye vagy. Tettem rá 0-3-at, meg 0-2-t, de nem akart robbanni. Volt a szerintem egy hölgy nyerte meg pont az iKIST, és kitöltötte ezt a véleményfelmérést, amit kértem így utólag, hogy akinek ideje meg kedve engedi, azt töltse ki, és kitöltötte, és mondta, hogy már pedig az pont olyan jó, ahogy a videóban volt, meg ahogy Fifika mondta. Úgyhogy teljesen meg volt szerintem ő is elégedve vele, és gondolj bele, milyen jó, hogy nem ő kapta a Vapor Giant-et, és nem az a srác kapta az iKIST. A Useless Top Cap-nek a nyertesét pedig szinte nem is tudok mit mondani rá. Nagyon... Az a performance, ahogy átvette, az hamisíthatatlan szerintem. Az zseniális. Aki a Novák Tünde képeit végignézi, az ott megtalálja, az lehet látni az arcán a gyönyör, ahogy átvette tőlem a nyereményét. Hát illetve hallgassa meg még egyszer az 50. jubileumi adást, mert az egész benne van gyakorlatilag. Igen, az egész. Azt a részt azt nem vágtam meg. Úgyhogy szerintem... Jó hangulatú, tényleg jó emberek. Egy csomó emberrel, amikor beszélgettem, akkor azt mondta, hogy az, hogy Vapor lett, az rengeteg barátot hozott neki. És ez nincs mit hozzátenni. Amit el ne felejtsünk még egyszer elmondani, ezt a helyszínt is mondtam, szerintem a személyzet is nagyon tökéletesen toppon volt, én megköszöntem nekik a segítséget, úgyhogy arra se nagyon lehetett panasz, nem kellett, meglepően gyorsan kaptuk a kaját, az italokat is, hogy szerintem én mindennel elégedett voltam személy szerint. Én kicsit a hangosítást, én annak örültem volna, hogyha oda be tudom dugni a központi hangszóró rendszerbe, és akkor hátul is tényleg faszán lehet hallani. Sajnos az nem jött össze valamiért, nem úgy volt már, ahogy régen megcsinálták. Úgyhogy maradt ez az egy hangfal és a küzdelem, hogy most hallják-e hátul, vagy mi gerjedjünk. De szerintem akit érdekelt, az ott volt, és tényleg jó volt látni, hogy ott beszélgettünk hárman, és előttünk álltak öten, hatan, és álltak, és hallgatták. Megjöttek a kérdésekre, vagyis hát föltenni a kérdéseket a Limited Edition Liquid Gardenekért, és borzasztó mennyiséget kisorsoltunk, azért azt belegondoltatok-e? És nem csak a sorsolás, hanem ugye sorsolás nélkül is lehetett likvidet hazavinni. Na, bocsánat, igen, úgy gondoltam, hogy... Tehát ami kín volt az asztalon, az azt mondja, hogy 130... Fifika, te mennyit hoztál? Én? Uh-huh. Én 50-et. 180, 190, hát 190 környékén volt az üveglikvidek száma. Tehát az, hogy itt legalább kettővel, hárommal mentek haza, az nem volt ritka. Sőt, mondjuk az szomorúan láttam, hogy azért lehetett ám a kérdőívek kitöltöttségéből látni, hogy ki az, aki a likvidért jött, most kicsit gonosz vagyok, és ki az, aki nem, de hát
lelke rajta mindenkinek, hát most ezen nem múlt, de jó volt látni, hogy a nagy többségük azért 10 helyes válasz fölött adta a kérdésekre a voksát, a 18 volt, tehát több mint a felét tudták, pedig aztán voltak elborult kérdéseink, és voltak leleményes emberek is. És még Lackó Attila se végzett az első helyen, aki pedig hát ugye többször hallgat egy podcastet. Megnéztem én utána, nem volt azzal semmi gond, tehát a szavazatai megjöttek, csak annyi szenvedés volt neki ott a rendszerrel, hogy egyszerűen nem tudta úgy leadni, nem tudta annyiszor leadni. Többször is megpróbáltam, mert látszott, és azt láttam, hogy egyszer ennyi volt, egyszer annyi volt, de ő elmondása szerint nem is ezért jött. Kiragadok egy olvasói kérdést, finom volt-e a torta? Igen, Attila, köszönjük szépen, finom volt a torta, és rohadt jól nézett ki. Azt hittem, sose alszik el a tetején egyébként az a rakéta. Az a legnagyobb torta rakéta volt, ami létezik mellesleg, de hát szóval ennek volt egy feelingje. Az elvaporosok tortája is nagyon igen. Finom volt egyébként. Az meg jó pofa volt külön, hogy ott egy telefonon volt ábrázolva a weboldal. Podcast weboldala. Igen. Szóval tetszett. Tehát tényleg mindenki oda tette magát. Hát ez egy nagy baráti közösség. Erre nem lehet mást mondani. Már kérdezték egyébként, hogy jó, hogy 50, de mikor lesz a következő? Hát mi majd a századiknál fogunk egy ettől nagyobbat kerekíteni. Az egy szép kerekszám lesz. Kibéreljük a Four Seasons-t, adunk az érzésnek. De hülye vagy. Hogy adunk az érzést. Igen, ott lehet, hogy ott nem fogok tudni labdába rúgni rántott sajttal. Igen, vagy Béla nem fog tudni csupasz hassal ugrálni az asztalon, kis fog, grofot de énekelve. Szerintem fog tudni egyszer. Igen, igen. De oda már nem fogja jutni, hogy megnyálazza a bimbóit. Idáig, vagy lehet, hogy be se csúszik a face control-on. Idáig próbáltam ezt a tudatalattimban elrejteni, de nem. Most így visszajött az egész. Fú. Érdekes akkor, volt. Akkor képbe vagy. Azért az kemény volt, mikor elkezdték mondani, hogy nem jön be a weboldal, nem jön be a wifi. Megtöltöttük a wifi hálózatát az étteremnek. Megtöltöttük. Hát azt kellett mondani, hogy várjatok egy kicsit. Hú! Kemény volt. De szerintem egyébként minden kereskedő kitett magáért, úgyhogy rengeteg likvid volt, hát azon kívül még mennyi mod, meg kazán, meg aksi, meg mit tudom is én, kuponkódok, meg hát a likvideket, azt már inkább nem is mondom. Az elején egy picit megijedtem egyébként, mert ugye vittem a Mystic Petis csomagokat, meg megjött Actibi, kiraktam a dobozokat, és atya úristen, elveszik az asztalon, hát ez kevés, mi lesz itt? És aztán befutottak a pécsiek, meg befutott Oszi, szépen lassan azért megtelt. Te is jöttél ugye a doboz likviddel, és szépen lassan azért megtelt. Jaj, amíg el nem felejtem, nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy valahogy a kocsis Tominak a csomagvattája bekerült az Oszi által, a Vape42 által kitett csomag muzsivatta közé, és vagy a találkozó kezdete után 3 órával vette észre, hogy ugye az ő zacskójából is szedegetik ki, és utána esett le neki csak, hogy az ott az ő zacskója, és senki nem tudta rejtés módon, hogy az hogy került oda a teszt asztalra, vagy a próba asztalra. De milyen vatta volt az? Egy... Nem tudom, milyen vatta volt, de egy ilyen nagy, tudod, ilyen zippekes zacskóban volt, pont így letéve a Muji mellé, amit úgy próbába el lehetett vinni, valaki oda tette, valahogy leeshetett, megfoghatta és oda tette valaki, én nagyot nevettem rajta. Akkor viszont ne legyen keserű a szája íze, van nálam Fiber Freaks vatta, úgyhogy Tomi, ha jelentkezel nálam,
akkor neked adom a bontatlan csomagot, és akkor ezzel kicsit kompenzáljuk a veszteségedet. Szolgálati közleményünket hallották. Tehát így van. Majd a legközelebbi találkozóra viszünk Ebelin vattát, nem? De azt hittem azt mondani, hogy a századikra. Századikra, most vegyük meg az Ebelin. Most beszéltem az Alibabával, készítenek csokító vattát mostantól, és akkor majd olyat viszünk a következőre. Én a medvehagymára várok nagyon. Én meg a useless top köpre. De a medvehagymát az hogy tekered, mint a Genesis? Tehát, hogy beteszed, körbehúzod rajta a húzalt, és akkor nézel a hotspotot? Nem, mint a dzsangát. Mint a dzsangát. Ja, értem, értem. Hát az még jó is, mert az olyan réteges, azzal könnyű dolgozni. Cigi papír teszek, ez abszolút félénye lesz. TH minden rendben. TH minden rendben. Csak szépen. És lesz benne minden, ami kell. Na, beszélgessünk valami komolyabb témáról. Most majdnem mondtam, hogy na, de ez hogy jön ide? Ja, de az anyukájáról van szó. Anyukájáról, igen. Így van. Itt van ez a, itt van ez az indexes cikk pont ma helyett, nem, hát pont ezt ma. Így szerintem tudták, hogy ma van. Szerintem ennek podcast. Benne van azért vastagon Andor keze ebbe. Tehát, ha csütörtök, visszaállunk. Vagy beszélnek a kínaiakkal a Spice-ban. És akkor Andor úgy döntött, hogy megajándékoz minket egy ilyen hírrel. Ugye azt eddig is lehetett tudni, hogy a nikotin addiktív, erősen addiktív. És én ezt a kifejezést, illetve ezt a kontextust én már sok helyen hallottam, hogy hát nem úgy, hogy nehezebb, kb. A heroinhoz hasonlítják a nikotint, mint anyagot, és hogy olyan könnyű egyébként idézőjelben lejönni róla. Aztán valaki azt mondja, hogy ez hülyeség az egész, mert hogy fejben dől el, és pont a cikkben is ugye ezt taglalják, hogy a nikotin csak egy mítosz. És itt Ellen Kers Easy Way-nek a vezérigazgatójával beszéltek éppen, aki maga is egy ilyen gyenge, mulyóféle napi 80 szál cigarettát szívott, és ő beszélt arról, hogy mi a legnehezebb a leszokásban, és miért nem működnek a nikotintapaszok, és mi a baj azzal, hogyha érzéki ajkú nők szívják az e-cigit főműsor időben, ami persze nem baj, csak nem az a baj, hogy nők meg érzéki az ajkuk, hanem hogy cigarettát szívnak. Ő elmondta egyébként, hogy 13 évesen kezdett el dohányozni, és 25 éves korára lett olyan láncdohányos, hogy cigivel kezdte a napot, este lefeküdt cigivel, éjjel felkelt, hogy rágyújthasson, és azt mondja, hogy neki a úgy írja, az egyéni csúcsom a nem dohányzásban úgy 7 óra volt, és ebben az alvás benne is benne van. Is. Kicsit nyálasan hangzik, de tényleg minden létező technikát kipróbált, hogy leszokjon. Volt ott kínai akupunktúra, gyógyszerek, növényi készítmények, sok terápia, szétrohadt tüdőket mutogattak neki, de nem segített semmi. És akkor ő végigment ezen az Ellen Kerr féle tréningen, azt mondja, hogy 5-6 óra volt az egész, és ő volt a legjobban meglepve egyébként, hogy nem dohányzóként jött ki a tréningről, amit egyébként állítanak mások is, hogy pont mint a dohányzás, olyan a dohányzás ilyen szempontból, mint a kábítószer, hogy ott is azt mondják, hogy te nem szoktál le a heroinról, vagy bármilyen más szerekről, opiátokról, hanem csak van egy ilyen mentes időszakod. De te attól még ugyanúgy drogfüggő, vagyis mindig ott lesz az agyadban, vagy itt a válladon fog gülni a kis ördög. Most beindítottad a lelkiismeretemet. Igen? Miért? Hát van lelkiismeretem, én is emberből vagyok. De nem úgy, nem arra mondtam, hanem hogy mivel indítottad be, hogy még azon kattogsz, hogy most még mindig dohányos vagy?
Nem, ezen a kis ördögön, hogy eddig nem gond, eddig arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy leszoktam, és akkor most ezt így mondtad, bassza meg tényleg, ez a kis ördög életem végéig ott fog rajtam ülni, hogy mit tudom én, most nem jut hirtelen eszembe, 7 évig dohányoztam talán, vagy 6, és fog ülni a kis ördög a vállal. Gondoljatok csak bele a Mohácsi Vapes-be egyébként, hogy ott mi volt este már, mikor senki nem volt szomjas. Csak előkerültek a cigarettás dobozok, és mindenki azt mondta, hogy fúj, de szar. Azt mégis mindenki szívta. Én nem mondjuk, de volt 4-5 ember, aki igen. Egyébként szerintem a cikk tele van baromsággal, de ez a fizetett hirdetés kategóriája amúgy. Vannak benne jó dolgok, vannak benne jó dolgok. Tehát például a magadra ismerhet, de... Magadra hát, ismersz, pontot, mikor... Egyrészt a nikotinfüggőség, ez egy baromság. Nem az agyadban, dől el, csak nem úgy, ahogy te gondolod. Hát persze, hogy nem. A receptoraid. Hát tehát ennyi. Ennek tünetei vannak, gyerekek. Hát egy erős dohányosnak meg kétszereződik, háromszorozódik a nikotinreceptor száma. Hát azért az nem olyan, hogy most holnapra eldöntöm, hogy fele annyi receptorom van, vagy csak negyed annyi. És itt jön a képbe a véletlenek száma a mai napon, ugyanis amikor Charlie felhívott, hogy megint be kéne ugranom a podcastbe, én éppen egy pszichológia előadáson ültem, amit egy választható kurzus keretében vettem fel az egyetemen, amit Mérő László tartott, és pont beugrott, hogy mi lenne, ha megkérdezném az előadás szünetében erről az Alan Carr-féle módszerről, és ugye ő is dohányos, kimentünk, ő rágyújtott, én gőzöltem, és egy ilyen, ugye mondhatni teljesen autentikus közegben, ő leült, dohányzott, én gőzöltem mellette, és megkérdeztem a véleményét ezekről a dolgokról, és én azért azt mondom, hogy ő egy olyan név, akinek ezt el is hiszem, hiszen nem keveset tett le az asztalra, most nem emlékszem rá, rengeteg ilyen könyvet írt pszichológiából, mondta, hogy az előadásai során is ki szokott érni a függőségekre, és amivel az előadás kezdődött, nem feltétlenül ide kapcsolódik, de nagyon sokat beszélt erről, hogy a pszichológiai mérések azok nem olyanok, mint a fizikai vagy a matematikai számolások, tehát nem lehet konkrét számértékekbe önteni azt, hogy te most akkor konkrétan mit és hogy érzel, és azt miért érzed. Mert lehet, hogy te azt úgy érzed, de az okát te sem tudod feltétlen. Bocsánat, hogy közbeszólok, egyébként ezt próbálják mindig kompenzálni ezekkel a nagyon elcseszett analitikákkal, mikor helyezd el egy skálán magad 1-től 5-ig, hogy milyen volt, és az 1 a nagyon rossz, az 5 a nagyon jó is. Tehát ezt próbálják meg itt pont így, mert tudják, hogy ez nem jó ez a tapasztalás, átültetni a matematika nyelvére, amit utána lehet értékelni, de hát a közeg nem jó. És akkor erre egy konkrét példa, én ezt az adásról elmondtam Charlie-nak is, hát ezt majd a hallgatók eldöntik, hogy ez mennyire jó, mert én ezt vettem észre erre az Alan Carr-os cikkre, vagy nem tudom, hogy ehhez mennyire kapcsolódik egy következő hír, ahol arról beszélnek, hogy ez katasztrófa az elektromos cigaretta, mert az amerikai vagy a brit cigizők 80-valahány százaléka még mindig dohányzik mellett, és kérdem én, mi számít a párhuzamos használatnak? Az annak számít, hogy részegen egy buliba elszívok egy szál cigit, de attól még én párhuzamos dohányosnak számítok, vagy minek számítok? Szóval ezek a mérések egyrészt számomra, mint ugye mérnök hallgató számára, ahol nem jelölik meg teljesen pontosan azt, hogy kiken végzik a mérést, milyen körülmények között, milyen hatásoknak vannak kitéve, ez így nem teljes mértékben hiteles, sőt, hogyha nagyon szőrszálhasogató lennék, akár azt is mondanám, hogy teljesen hiteltelen. De menjünk tovább még mielőtt szavamat felejtem. A beszélgetésünk közben ő is konkrétan kitérte arra, hogy ő jól ismeri ezt az Alan Carr-féle módszert, és azt mondta, hogy ez egy nagyon kemény és hosszadalmas folyamat, és hatásos,
viszont ezt sem tudták még eddig konkrét számértékekbe önteni, hogy mennyire hatásos, és az ő személyes véleménye, így utólagosan majd megkérem az engedélyt, hogy hivatkozhatok-e arra, ő azt mondta nekem, hogy ő személy szerint azt gondolja, hogy ennél vannak sokkal gyorsabb és hatékonyabb módszerek, amellett, hogy magának a coachingnak az áráról még nem is beszéltünk, ami, ha jól emlékszem, 130 ezer forint volt a cikkben írva. Annyit tegyünk hozzá, hogy a cikkben is leírták, hogy maga ez az összeg, az úgy néz ki, hogy 130 ezer forint. Azt most nem menjünk bele, hogy ők azt mondják, hogy 3 havi átlagos cigaretta mennyiség ára. Ott azt mondják, hogy ha nem sikerül leszoknod, akkor visszafizetik a pénzt. Charlie, fizes nekem minden nap 10 ezer forintot, és garantálom, hogy biztonságban hazaérsz, ha nem visszakapod a 10 ezer forintodat. Hát azért az a kettő az más egy picit. Hát nem. De szerintem más, mert az egyiknél ilyen teoretikus a dolog, mert még esélyed van arra is, hogy megdöglök, mert elut az autó, és akkor nem kell visszaadni a pénzt. Hát igen, de most mennyivel jobb, Uli? Gondolj már bele, most ez mi számít annak, hogy visszaszoktál? Tehát én kijövök az előadásra, megállok az ajtó előtt, rágyújtok, megvárom, mikor kijönnek, és tartom a markom, hogy vissza a pénzt. Vagy hogy? Tehát ez is itt is biztos, egy biztos, picit. Biztos van nekik erre valami kialakult eljárásuk, vagy szabályrendszerük, nem tudom. Viszont, hagyd menjek már tovább, ezt fejezzük be, tehát ha már elkezdtem. Tehát a professzor úr véleménye az volt, mint dohányos véleménye, hogy amennyiben valaki egyszer valamire rászokik, és ő a dohányzást a kemény drogokkal egy lapon említi, arról szerinte nem lehet leszokni, csak egy ideig abstinensen maradni. Na pont ezt mondtam, ugye? Maradni. Igen, pont ezt mondtad te is. És ami nagyon fontos, és ami miatt ez a cikk kamu lehet, vagy mondjuk úgy, hogy rosszul fogalmazták, vagy hatásvadász, mindenki nevezze, ahogy akarja, de ő mondott nekem egy olyan párhuzamot, ahol a marihuánával hasonlította össze a dohányt. Tehát ugye a nikotin az a receptorokban csinál, amit csinál, nem vagyok biológus, meg orvos, nem értek hozzá, viszont ellenanyagot termel a szervezet, hogy kompenzálja ugye a bevitt kannabionidok, jól mondtam? Igen. Azoknak a hatásait. Nem jól mondtam. Tehát a nikotin a receptorokat úgy stimulálja, hogy ellenanyagot termel a szervezet, viszont ez a marihuánánál nincs meg, és ezért ott csak egy ilyen pszichikai függésről beszélünk, amit könnyű leépíteni. Azonban, amit itt a kármódszernél ebben a konkrét indexes cikkben említenek, hogy minden fejben dől el, a nikotin nem számít, ez innentől kezdve egy nagy kamu az egész, mert igenis számít, hiszen onnantól kezdve, hogy leteszed, és akár csak egyszer is beleszívsz, egyből ellenanyagot termel a szervezet, és akkor megint ugyanott vagy, mint amikor láncdohányoztál. Egyébként, a bocsánat, hogy közbeszólok, a heroin az ezért jó példa, mert minden más szintetikus kábítószerrel ellentétben, tehát mondjuk, ha vesszük az LSD-t vagy az MDMA-t, azok sem fizikai függőséget alakítanak ki, ellenben a heroinnal, ahol az első és a legelső használat után kialakul a fizikai függőség. Tehát ez így van. Ilyen szempontból is jó ez a hasonlat. És ő is konkrétan a heroinhoz hasonlította, sőt, úgy mondta, hogy egy lapon említhető vele, talán még egy kicsit súlyosabb is a probléma, ami pedig a beszélgetésünk margójára mondott, szerintem az egy nagyon megfontolandó mondat volt, ami úgy hangzott, hogy szokást elhagyni nem lehet, csak kiváltani valami mással. És akkor itt jön megint a képbe az, amit a cikk említ, hogy nem ér semmit se a tapasz, se a rágó, se az elektromos cigaretta. Na most... hát azért tegyük hozzá, hogy valóban lehet, hogy nem ér semmit, igen, de ott van például számokkal kifejezve, azt mondják, hogy a fizikai addikció az körülbelül az 1% az egész problémának. A nikotin tapasz ennyit de tud ez kezelni. Nem igaz. Várjál már egy picit. Csak hallgass végig.
A számokról beszélek most itt, nem az igazságtartalomról. A számok nagyságrendjében jól mutatják a helyzetet. Van egy friss kutatás, ami kimutatta, hogy az elmúlt 10-15 évben 2,5%-os sikerarányt produkáltak a tapaszok. Tehát a használók 97, több mint 97%-a visszaszokott gyakorlatilag, és ha én párhuzamba teszem azt, hogy mit tudom is én, amikor én megpróbáltam leszokni a cigiről tapasszal, vagy rágóval, vagy bármi mással, hogy akkor mik voltak az én tapasztalataim, illetve hogy mennyi ideig tudtam mellőzni a cigarettát, és most már én azokkal ellentétben, akik mondjuk szívták mondjuk akármilyen találkozón kicsit alkoholosan a cigarettát, azokkal ellentétben én 3 éve nem gyújtottam rá. Több mint 3 éve. Tehát tök jó lenne tudni, de talán van is valami számunk erről, Fifika, ebben a, tudod, amit gyűjtöttünk most elég sokáig, hogy hányan voltak. A párhuzamos használat, illetve az, akinek nem jött be, és letette az elektromos cigarettát, de mellette van az is, aki úgy tette le, hogy egy cigarettát sem szívott többet. Pont az a kérdés merült fel bennem egyébként, mert valaki szóvá tette pont a Talival kapcsolatban, hogy jó, hogy voltak nikotinos kóstolók, de hogy ő például nullásat szív, és hogy nem lehetne-e esetleg legközelebb-e nullás likviddel kóstolni, amire kóstolni-e, bocsánat, igen, mert így történet, mert így helyes. És akkor ezt most már meg is válaszolom, hogy szerintem nem, mert a nikotin egyfelől megadja azt az analógos torokkaparó érzést, a másik pedig, hogy szerintem valamelyest a karaktere is másabb, pont ezért egy nikotinos likvidnek, mint egy nikotinmentesnek. És szerintem az a hatos, az nem az a, az az elviselhetetlen kategória, tehát ha kimegy az ember külföldre, vagy itthon is, amíg lehetett ilyeneket kóstolni, általában a hatos volt a az a leggyengébb, amit készen kaphat az ember a polcon, és mindegyiknél az volt a kóstoló. Hiszen amikor valaki, tehát olyan emberekre kell gondolni, mikor ilyen kóstolót csinál az ember, akik dohányoznak, akiket, hogy is mondjam, nem áttéríteni az nem jó, hanem kicsit meg kell győzni arról, hogy ez is van olyan jó, és azt egy nullás likviddel nem fogja az ember elérni. Nem. Az a vicces egyébként, hogy itt azt írják ezek a majmok, hogy a kutatásunk szerint az e-cigarettát használók 84%-a továbbra is szív hagyományos cigarettát is. Jaj, Istenem, nézd mondtam, már onnantól kezdve, hogy a 1006 ember, tehát 1006 angol véper. Milyen szempontok alapján? Kik voltak ezek? Honnan válogatták? Azért mondom, hogy ilyen idióta számot, az azt jelenteni, hogy nekem 10 ismerősömből 700 valahányan töltötték ki a mi kis kérdőívünket. Ezt nagyon elrontottad. Ezt nagyon elrontottad. 10 milliós. Elrontottad nagyon. Majdnem 1500-an a kettőt összesen. A kettőt összesen 1500-an. De érted, egy 10 milliós London 1006 ember. Ne vicceljük már. Lehet, hogy úgy volt, hogy megállították, igen, a homeless-eket. Álljatok sorba, mindenki kap egy zsömlét érte. Mondd a választ. Milyen kérdésekre válaszoltak? Ez az, tehát én azt mondom, hogy úgyis egy kérdés. Amíg egy mérési útmutató, vagy egy leírás, vagy legalább a csoportokról, a társadalmi helyzetük megoszlásáról, az életkörülményeikről, és stb. Tovább sorolhatnám nagyon sokáig, nincs egy pontos táblázatuk, egy pontos leírásuk, esetleg még hitelesítve egy közjegyző által, addig számomra, és bármilyen általános intelligens ember számára, ezek hiteltelenek, ezek a cikkek. Ott vesztette el nálam egyébként a hitelét, hogyha következő két bekezdést, ha néztétek, akkor volt olyan, hogy
minden ártalomcsökkentése kapcsolatos érvet megsemmisít, és fölveszi, vagy fölveti a kérdést, hogy egyáltalán kinek jó ez, mármint, hogy kinek áll érdekében az e-cigaretta terjedése. És itt ilyen fura csavar van, hogy hopp, gyorsan egy 180 fokos fordulat, hogy kinek áll érdeké. Tehát ezt mindig mondjatok hangosan a következő mondatainnál. Kinek áll érdekében az e-cigaretta terjedése? Kérdés. Ön szerint kinek? Három szereplőnek. A dohányiparnak, a gyógyszeriparnak és a kormányzatnak. Hát szerintem meg kurvára nem. Kurvára nem. Viszont egy dolgot elért ez a három kartelnek is mondhatnám akár. Az ő általuk gerjesztett hadjáratban 1000-szer több emberhez jut el már csak a hír is, hogy van ilyen. És abból az 1000-ből csak az 1%-a kipróbálja, és az 1%-ából nem a 84%-a szokik vissza, abból az 1%-ából csak 8 ember az, aki leteszi a cigarettát, és utána elektromos cigarettára vált, már jól jártunk. Jönnek itt a hülyeségekkel egyébként, hogy a tinédzserek a célcsoportja, a rágógumi, a vattacukor, a cseresznyi sajtorta. Ez kikopizott WHO duma. Tehát, az az egyik. A másik meg, hogy akkor ezek szerint akkor én is egy tini vagyok? A málnámmal? Hát, és akkor jön, de nézd meg az összes sablonot. Figyelj csak, szerintem... A legjobb az igen, ez az, hogy fiatalabban kezdik el az e-cigarettát, ergo hamarabb kezdenek hagyományos cigarettát szívni. Tehát mindennek ez az alfája és omegája, hogy ott kell kikötni. Ezek, ja meg, hogy ugye tulajdonképp azt meg sem kérdőjelezi, vagy azt meg sem említi, hogy ha esetleg valaki fiatal, aki nálunk, a mi kérdőívünkben, amit nevezzünk akkor ezek szerint tudományos kutatásnak. Ez így van. Abban reprezentatív angol tudósok és magyar tudósok fejüket összedugva ezt kihozták, és abban hiba határ 1% alatt voltak a 18 év alattiak, akkor még mindig ott van, hogy de tehát te tudsz szívni menteset is, tehát abban nincsen nikotin, és akkor utána az neked nem kapu a cigarettához, de ezek olyan szépen ilyen baltával elnagyolt mondatok, és amit az ember meg akar benne ragadni, azt elmondja, a többiről meg lapítás. Egyébként szerintem ne is ragozzuk tovább, én most görgettem le a cikk legaljára, és ott találkoztam a legszomorúbb dologgal, hogy végig taglalják, hogy mekkora marhaságot művelni itt ezzel az elektromos cigivel, és az alján egy bújtatott hirdetés az Ellen Cars Easy Way coachinghoz, hogyha nem jött volna be az elektromos cigaretta, akkor nyugodtan be lehet hozzájuk fizetni a coachingra, szerintem ez így nagyon aljas dolog. Így teljesen hitelét veszti itt a tetején ezzel a nagy infografikával, ami a legnagyobb kamu, és akkor az alján meg itt ez a hirdetés, mint hogy gyakorlatilag egy fizetett hirdetés. Milyen lenne. Hirdetés? Egy valami banner? Hát nézd meg a cikket, tehát ahogy itt vannak ezek nem a... Nem azért kérdezem, csak mert nekem ott van a vége, hogy kelet-európai országok a legerősebb dohányosok közé tartoznak, és utána nekem az adblock az ezek szerint megfogta. Melyik cikk? Én a hármas pontról beszélek, a hivatkozott felmérésről. Nem, én a nikotin csak egy mítosz, az indexes. Bocsánat, én a következő cikkre... Nem következő cikk, az ebben a cikkben a hivatkozott felmérés, amit az Ellen Cars Easy Way végeztetett el. Tehát ez az a kurva reprezentatív 1006 UK felnőtt e-cigarettázó. De az abba is belegondoltatok, ez már összeesküvés elmélet lehet, hogy mindez ugye megy a leszokik az index bannere alatt, támogatóegészség.hu, aki az az index, amelyik egy büdös köszönöm nem válaszra sem méltatott többünket, amikor megemlítettük neki a felajánlást. De az, amiben pénz van, ez a
ki sem mondjuk már a nevét a módszernek, ez belefér simán. Nálam egyébként akkor rúgták el a pöttyöst, amikor így jöttek ilyen, nem tudom, ilyen kéretlen levelek, és akkor ott volt, hogy fú, iratkozz fel, ingyenes tanácsadás, nem tudom, és akkor így rákattintottam, és akkor feliratkoztam a hírlevelükre, mi bajom lehet, hát dohányzás leszoktató harcosok levelét megkapni. Egyszer csak jött egy levél, hogy de akkor fizessek be ennyi meg annyit, na mondom, anyukádat, ingyenes leszokás. És akkor ingyen megnézhettél egy ilyen, tudod, mint a régen a videókazetták alatt ez a hangolámondásos cucc, megnézhettél egy Ellen Carr videót, amin egy kibaszott gazdag faszül egy kurva nagy amerikai medence szélén, és arról beszél, hogy milyen kurva jó biznisz ez. Szóval, hát mondom, meg lehet nézni, ez most, ez teljesen hiteltelen így, hogy egy olyan cég végeztette egy iszonyatosan kicsi mintán a felmérést, akinek gyakorlatilag érdekében áll az, hogy ez az eredmény jöjjön ki, ami nekik ki is jött. Úgyhogy hát ja, ismerünk közvéleménykutató cégeket, akiknek előbb megmondják, hogy mi a közvélemény, aztán még jó megkutatják. Na. Lépjünk úgy tovább, 40 percet elfingreszeltünk. Így van. Na, légúti fertőzés, ugye? Volt nagyon jó, már nagyon rég volt nekem beszélni. Következő medvehagyma, hogy úgy mondjam, amikor azt kezdik el feszegetni, hogy de az e-cigarettásoknak, azoknak bizony százszor, meg nem tudom én hányszor több problémájuk van a úti fertőzéssel, meg ilyen-olyan, amolyan szuperbaktérium, meg fú, ezt meg ezt akartam épp mondani, igen, meg a bináris akármi. Fú, meg, igen, meg amit el tudsz képzelni, mekkora egy állat vagy, bazdmeg. Komolyan, tehát ilyen gombatenyésztéssel rakott el a torkodat, és na, és akkor erre most született végig tollából egy fölmérés, ami egyébként már régóta fut, csak most újra pontosították az azóta beérkezett adatokkal kiegészítve, és hát teljesen más a helyzet. Úgyhogy én nem is nagyon akarok itt számokkal dobálózni, de aki megnézi, van egy nagyon pici infografika hozzá a cikkhez, aki megnézi, az egyből rájön, hogy itt bizony ez egy óriási kamu, semmivel nem emelkedik ki egy cigarettásra a normál nem dohányzók átlagából. Amit szerintem itt is elfelejtettek például lehagyni, hogy utóbbi időben megint megy ez az oltás ellenességes botrány, azért azt szépen mellé tehették volna, hogy mondjuk mennyivel növekedett az oltás ellenesek száma az ebbe az időben, mert azt szerintem pont befolyásolhatja a légúti fertőzéseket. Akkor ugyanazt a cikket olvastuk valószínű, hogy most már mesekönyv is született, oltás ellenes mesekönyv, és akkor a kisgyerek áll a napos réten szétárt kézzel, de kurva jó a kanyaró, Istenem! Hát hihetetlen, gyerekek. Tehát, hogy ekkora állat legyen a fél emberiség, az valami elképesztő. Na, meg is öltük a hangulatot. Nem, csak közben jött egy üzenetem, aztán arra próbálok csöndben reagálni. Szóval szerintem ez a mérés itt is azáltal lett hiteltelen, hogy megint nem közölték le azokat a változókat, mint mondjuk, hogy mennyivel csökkent az oltottak száma, vagy bocsánat, mennyivel változott, mennyivel változtak az életkörülmények, mit tudom én, az egészségügyi ellátás mennyiben változott, ez szerintem mind befolyásolhatja ezt az eredményt, ezt a kimenetelt. Meg az olyan, meg az olyan, mondjad? Hát egyrészt
másrészt meg ugye ez a tudod, kis hazugság, nagy hazugság statisztika, tehát ez sajnos még mindig sújt minket. Igen, és amit furcsálok, hogy a Farsalinos kutatásait azért elég kevesen közlik le. Ezzel szemben ezeket a gyönyörű szép infografikákat nagyon gyakran látom mindenhol. Mint az olyan hülyeségeket, mint a vaping infón, ami van, ezeket a mindenféle szedett-vedett tákolmány tanulmányokat, amik most éppen az új medvehagymához nyúlnak, a formaldehidhez, ugye? Meg az elcseszett kísérletekhez. Arról egyébként én már rájöttem, nem is a nikotinról nehéz lejönni, baszki, hanem a formaldehidről. Ugye, Andor rákérdezett a Talin, hogy mitől ilyen jó a likvidíze, a formaldehidtől, vagy a nikotintól. Hát persze, hogy a formaldehidtől. Én nekem ez lesz az új bizniszem. Én meg fogom alul vágatni itt a tüdőmet, és fogom csapolni belőle a formaldehidet, be fogok menni az Azurba, és végére fogom cserélni, egy kis felárat fogok érte kérni, és egész nap itthon fogok drippelni, és a formaldehid bizniszbe fogok beszállni mostantól. Ez lesz az új startup. Ebben a cikkben egyébként arra is kitértek, amit már oly sokszor átbeszéltünk, hogy annyira nehéz ezeket mérni, és itt meg is említik, hogy ugyanúgy, ahogy évtizedekkel ezelőtt voltak ezek a nagyon egyszerű gépek, tudjátok, hogy 50 szál cigit rákötöttek, meggyújtották, szívták, és akkor ebből levonták a konzekvenciát, hogy mennyi nikotin jut a tüdődbe, meg kátrány, meg az anyám kínja, és leírják, hogy alapvetően pont ezen az okfejtésen tovább haladva a vépelési, hogy mondják ezt, amikor lemodellezed, hogy vépelsz, és akkor ők is csak annyit csinálnak, hogy izzítgatják ott a készülékben a nikotinos vagy bármilyen formaldehides lötyit, és azt szívja a gép, hát azért az nem így néz ki, nem így vépel egy ember, tehát... Igen, csak a gép ugye nem sikít, az éget, igen. Tovább. Igen. Jaj, nincs már közte vatta 20 perce. Á, mindegy. Hát, de érdekes, hagyd a picsába. Csak szívd a műanyagot. Annyira itt is lovagolnak ezen a rohadt 5 volton. Most ez ilyen, mint a keresztes lovagoknál, hogy megállapították ezt a magas feszültséget, és most ez ki van mondva, hogy magas feszültségen már pedig ez így van. De már pedig ez nincs így. Nem, így van. Hol van az nem. Ohm? Hol van az ohm? Hol van az a levegő, ohm? Hol van a levegő áramoltatás, érted? Mert magas feszültségen nem egy fél milliméteres lyukon keresztül szívod át, másképp hűl a hűtőszál. Azt a Blacky videójából nagyon szépen le lehetett követni, hogy azért marhára nem mindegy, érted, hogy hogyan hűtöd el a fűtőszálat a levegővel, meg a likviddel. Tehát ezek fogtak egy 3,7 voltra tervezett tekerést, azt megküldték 5 voltra. Hát anyád. Igen, csak a experience userek erre mondják azt, hogy... Ja, csak szívni kell, és kicserélik a tekerést egy olyanra, ami ahhoz az aksihoz, vagy feszültséghez jó. De nem ez a hülyeség, a föltekerem azt, mert a gép a szívja, a fest szívja, tehát mintha kötelező lenne. Egyébként nem tudom, gondolom mind a ketten láttátok a Phil Busardo interjúját Dr. Farsalinosszal. Is, igen, tehát arra akkor tudok így hivatkozni. Ő ugye elmondta, hogy ő úgy kezdte meg ezt a kísérletezést, hogy összehívott egy csoport vépert egy fórumról, és tanulmányozgatta a VV-módokat, a kazánokat, és utána kezdett el méricskélni, és ő közölt
nem emlékszem már mikor, egy írása volt, amit kompletten végigolvastam. Mindenki emlékszik, gondolom, arra a videóra, amikor egy disznót üdőt rákötöttek, mit tudom én, hány száz cigire, igen, azt meggyújtották, és akkor kaparták belőle ki a sok feketességet, és ő egy hasonló mérést készített elektromos cigarettával is, egy, tehát ahogy ő közölte, mert most a tükörfordítás nyilván nem fog eszembe jutni, de ő így írta, hogy egy megfelelő teljesítmény értéken, egy megfelelő kazánnal és különböző likvidekkel, amiket ugye véletlenszerűen vásárol mindenféle helyekről, különböző gyártóktól, tesztelte ezt, és ő ugye azt mondta, hát én valamennyire értek ez a biológiához, valamennyire nem, de azt tudom, hogy a tüdőben a sejtszintű elváltozások nagyon könnyen kimutathatóak, és ő is erre hivatkozott, hogy nagyon-nagyon könnyen kimutatható a legapróbb elváltozás, és nagyon hosszú idejű teszt után sem mutatkozott meg az a fajta, egyáltalán semmilyen mértékű elváltozás, ami maradandó lett volna, nem mutatkozott meg a tüdőszövetekben, ami egy sokkal rövidebb idejű dohánnyal való teszt során már megmutatkozott volna. Innentől kezdve a többi feltételezés alaptalan. Nyilván mindenkit eldöntheti, hogy kinek hisz, én neki hiszek. És kész. Hát meg kell nézni a mérés körülményeit, meg hogy azt hogyan végezték, tehát ennyi. Én józan paraszti ésszel végig gondolva teljesen abszurd, amit csináltak. Érted? Én azt mondom, hogy tegyük majd be az adás alá a Farsanos honlapját, ahol megtalálhatóak az ő publikációi, amiket közölt, és ott meg lehet nézni, hogy milyen egy rendesen elvégzett kutatás és kísérlet. Majd dob be a linkjét akkor a show notes-ba. Jól. Rendben. Novák Tündéhez menjünk, igen, tovább. Novák Tündét csak azért tettük be, mert ott volt a találkozón, ez egy kizárójeles rész, ott volt a találkozón és csinált jópofa képeket, úgyhogy az szerintem publikus, mert én is meg tudtam nézni, nem az ismerősöm. Úgyhogy körbe lehet nézegetni, hogy milyen köd van egy ilyen találkozón, milyen lekvidek, szörpök, málna szirupok vannak. És milyen gyönyörű Hello Kitty-s driptipet nyertem. Hello, my vapor friend. Igen. És akkor megengeditek, hogy tovább menjek így az 52. percben a közönség találkozó visszhangjára? Meg, persze, ja, nagyon persze. Kíváncsi is vagyok rá. Na, ugye volt ez a, vagy van ez a még mindig futó visszajelzés, amit kértem, hogy aki kóstolt likvidet, az jelölje be, hogy ott mit kóstolt, otthon mit kóstolt, és írjon egy pár szót róla. Ezek szubjektív dolgok, nem is térnék ezekre most nagyon ki. Pár szóban, csak így kivonatosan. Jó volt a buli, sok embert megismertem, Pécsről jöttünk, aztán minden szuper volt, maximum respekt nektek a szervezésért, amin változtatnék, Béla helyett legközelebb igazi hastáncos lányok jöjjenek. És tényleg kurva jó az iKiss. Ő volt egyébként Maja, a méhecske. Akiről beszéltem az elején, ugye. Neki. Igen, igen. Kiváló hangulat volt, nem hagyom ki a következőt sem, rengeteg jó arccal ismerkedtem meg. Talán legközelebb a hangosításon kellene változtatni egy kicsit, nem lehetett hátul hallani, megpróbáljuk ezt megfogadni, illetve orvosolni. Jó volt, egy baj van, hogy ritkák az ilyen események, tökéletes volt, nem változtatnék semmin. Azt mondja, hogy két dolog van, ami miatt ki akarják tiltani az elcigiseket a zárt terekből, megjegyzem jogosan. Az átláthatatlan gőz és a Béla. És átverésnek éreztem az életnagyságú Charlie-t is, hiszen nem életnagyságú, hanem kétszer akkora.
Köszönöm szépen. És még akkor a pénztárgép fejét fő se vette, vagy mi? Nem pénztárgép. Gázóra. Gázóra. Már várják a következő adást, itt van éppen most. Negatív észrevételek mellett nem szabad elmenni. A padok nagyon kényelmetlenek voltak. Jó, hát ez majd mindenkinek... Megkizelep hozzál magad a párnát. Igen, majd mindenkinek himzünk a feneke alá kis elcigis párnákat. Kádé azt írt föl, hogy legközelebb vép bent helyett kis párnát fogunk. Az... Én közben belinkeltem nektek azt a képet, amit a Mohácsi adásnál említettem, a gázóra fejes illusztrációt. Ajánlom figyelmetekbe. Azt mondja... És Charlie-nak új avatárnak ajánlom. Meg fogom nézni, sőt, mindjárt meg is nézem, akkor megkattintom. Te egy idióta vagy. De... Ez volt a régen a Valve játékoknak a töltőképernyője. Hát gyönyörű. Jó, menjünk tovább, ülj le egyes. Azt mondja, hogy... Te egyetemista vagy, ezt meg tudod cáfolni, vagy erősíteni. Jó volt a hangulat, és szerencsére találkoztunk magunkorú hallgatókkal is. A 600 forintos sör csóró egyetemistáknak sok, ezen változtatnék, de túléltük azért. Szívesen mennék máskor is. Drága igen, volt a sör? Ez drága volt a sör, de legalább nem volt vízezett. Ami a belvárosi helyekről sajnos nem mindegyikről mondható el, én ezt itt be is fejezném, és nagyon örülök annak, valóban azóta a kampuszon mondtam Csárinak, adások kívül integetnek nekem az emberek, többen kérdezték, hogy következő tali ilyenek, mikor lesz, hova menjek kezdőkészletért, hova menjek infóért. Én mindenkinek azt ajánlottam, hogy az ecigi tesztek Facebook oldalát kövesse, a legtöbb információt szerintem ott tudja összeszedni, és figyelje az oldal. Többen kérdezték, hol találhatóak meg a régi adások, mondtam, azt is szinte az ecigi tesztek oldalon, ha jól tudom, ugye jobb oldalt van a narancsárga sávba felül, igen. Ott lehet megtalálni a régi adásokat, vagy iTunes-ba meg fel tudnak iratkozni. Szóval én örültem, hogy érdeklődnek, és tényleg végre volt egy olyan tali, amin voltak velem egykorúak is, most már tudok erre hivatkozni, mert eddig mindig azzal érvelt a család, hogy minek megyek ezekhez az öregekhez talira. Kösz. Miért nem megyek velem egykorúakkal. Te maradj csendben, mert téged külön nem szeretnek. Ne idegesíts, miért? Hát nem tudom, mert mindig a csúnya nevemen szólítasz. Hát ne őríts már meg, hát egy, nem én aggattam rád. Kettő, nem én hangsúlyozom. Azt kiérdemelted, ez nem egy kereszt, hanem ez egy juttatási csomag része. Ennyi. Köszönöm, mostantól megtiszteltetve érzem magam. De most se én mondtam az adás elején, hogy seggíző. Jaj, kimondtam. Hanem Fifika. Hát igen. De ne menjünk el, volt három srác, akik egyébként ketten voltak, és... Mert hogy a harmadik véletlen valahogy úgy lemaradt, vagy nem jött, nem tudott jönni, és ők például hoztak mindhármunknak egy-egy üveg pezsgőt, megköszönve az eddigi adásokat, ez nagyon jól esett. Természetesen a többi ajándék is, tehát a torta, meg ilyenek. És Kocsis Tomitól is nagyon tényleg nagy figyelmesség volt ez. Itt van előttem, itt van még mindig előttem. Azt mondta, hogy mert nem raktam el azt a képet, amit tombolán nyertem tőle az ordító fejével, pedig az is megvan, de itt van előttem az oklevél, gratulálunk az 50 adáshoz, 50. adáshoz, és hogy fáradhatatlanul toljuk már egy éve, és még sokszor ugyanennyit, és hogy mindenki aláírta, ez nagyon jól esett nekünk. Rácz Celebe Béla is. Aztán a következő észrevétel volt, ha már személyes találkozó, ne kelljen kütyüket nyomkodni a kvízhez. Rendben, majd legközelebb a három oldalas kvízt 100 példányban fogom fénymásolni. Így van, ti meg összesítitek a végén. Tehát ez milyen már? Jó van kisfiam, lejöhetsz egyes.
Tudod, így hozzák ki, mint a dolgozatot. Ez Igen. megvan, ez megvan, ez megvan, ez lehet. Nem, nem, nem. Mit írtál ide, te állat? Ez az, hát a javítás gyönyöre, amikor olvasod a hülyébe hülyébb válaszokat, és nem is kéne megadni ilyen tesztes válaszokat, hanem neki kéne a konkrét választ megadni. És akkor tudod, mint amikor beadom szóbeli vizsgán a tételemet, és már ez a harsány kaca érlelődik a tanárba, és látod az arcán, ezt így lehetne látni az arcotokon legközelebb, és így sokkal murisabb lenne. Legközelebb ilyen szárazra szívott tekerés. Na akkor hány rossz válasz volt? 5. Jó, akkor egy nagy sluk. És nem hagyhatja abba felé. Nem, a Hellfire-ből lesz legközelebb. Nem, én azt egyébként megtudtam Mystic Petitől, mert voltak olyan kis butuskák, hogy nem tudták, mi az a Hellfire, és jöttek oda, hogy nekem azt kell, az milyen. Nem, nem, az csak kóstoló, és te nem akarod egyébként. És azt nem tudom, észrevettétek-e, az volt az egyetlen lötty, ami 18-as volt. Igen, és külön köszönet Csirik Lacinak, hogy amikor fent álltunk ott a színpadon, és konferáltunk, fújta a szemembe, gyakorlatilag az orromon már folyt a könnyen, már amilyen testfolyadékom lehetett, az mind távozott belőlem, az kegyetlen volt. Ne, az az igazság, hogy te se szívtad még akkor a nullásat, mert Csirik odadugta az orrom alá, eslukkold meg, slukkold meg, tüdőre eslukkold meg, megszívtam, és semmi teljesen volt. Rendben volt. Teljesen rendben voltam, kellemes volt az íze, ő meg így pislogott, hogy itt mi az Isten történt. Hát igen, hát, és utána, amikor elárultam neki, hogy ebbe gyakorlatilag azok az anyagok vannak, amik a gásprébe, és akkor kért elnézést tőlem. Bocsánat, nem a gásprébe, a paprikasprébe. Csak azt senki nem tudja, hogy ez egy ilyen kis belsős info Mystic Petitől, hogy minél gyengébb a leves a Hellfire esetében, annál durvább. Annál durvább. Úgyhogy ezért küldött 18-ast belőle, hogy még az élvezhető szinten maradjon a dolog. És nem is volt olyan csúnya kifújva, mint annó a driffelt. Fú, a legelső, te. Fú, az egy... Pincér elhajította a tálcát. És az csúnya úgy volt a Gergővel ott, amit leműveltünk. Úgy a lépcsőn. Akkor lehetett olcsón venni dripkazánt. Igen. Na, befejezem, az utolsó volt Nagyi egyébként. Amin változtatnánk, bocsánat, kevesen fértünk el egy asztalnál. Hát Nagyi, fogyókúrázni. Nem Nagyi, tudok, hova? Hát tudom, csak ezért mondom, tehát ezek az adottságok, amik nem tudsz ezen változtatni, most ezek olyan dolgok egyéb iránt. És akkor visszamennék engedelmetekkel az olvasói kérdésekre, hogy azt letudjuk, és akkor mára tegyük le a lantot. Az megvolt. Majoros Tamás kérdezte. Mikor lesz a következő párásító podcast találkozó? Nem kellene megvárni a 100. adást, lehet előbb is. Válaszolhatsz, Fifika, nyugodtan. Hát de. De megvárjuk a 100. Nem csinálunk ilyet, hogy 60, meg 60. Igen, annak van úgy értéke, meg respektje. Így van. Erről már sokat beszéltünk adáson kívül, hogy minél gyakrabban van találkozó, annál kevesebb lesz a varázsa az egésznek. Ugye sokkal több beszélgetni valója van az embernek, ha úgy találkozik az emberekkel, hogy már rég nem látta őket. Nekem legalábbis. És meg és más szerint... Más egy ilyen találkozó, amikor tényleg mindenhonnan vagyunk, más a kerekasztalos bulik, mert ott azért csak egy szűkebb társaság jön össze, ott például sokkal szakmaibbak szoktak az élettől lenni. Úgyhogy mind a kettőnek megvan a varázsa, mert a 100. adásnál lesz egy jó nagy találkozó, akkor tényleg nem fogunk beférni szerintem erre a helyre. Nekem már megvan a tippem, hogy hova lehetne, de majd a Four Seasons, mondom. Persze, persze, igen. Természetesen. És a három grácia honnan vonul le? Na, honnan? Hát az elnöki lakosztályból. Én mondjuk felajánlom a Szegedi Nemzeti Színház nagy termét, és ott a színpadon csak egész jó elférünk, hangosítás is van, világítás is van, mit szeretném én. Megyek tovább a következőre. Boris egy picit már tud magyarul, és megkérdezte, hogy milyen ízű a Shakespeare lekvid?
Mert hogy valaki azt mondta, hogy nem rossz, de ez olyan dohányos. Igen, mert ez dohányos. Igen, hát ez dohányos egyrészt, másrészt meg azt hiszem, hogy kifejtettem ott egy kisebb kommentben, hogy milyen ízeket kéne benne fölfedezni. Azt most nem olvasnám be. De... Én nekem megjött tőle a rímelhet nékem, és úgy akartam beköszönni ugye? Az adás elején, hogy Matyi vagyok máma, számba van a málna. De hülye vagy. Na, megyek a következőre tovább. Erős Gábor Tamás kérdezte, hogy hangouton mikor lehet beszélgetni veletek és a többi profival. Mi nem vagyunk profik, csak lelkes amatőrök. Mert kedden direkt ott ültem a gépnél, de nem volt. Hátsó szándékom van, videózásra adnám a fejem, és ehhez kérnék tanácsot. Fogj egy kamerát, és videóz. Gyakorlatilag ennyi. Szerintem. Én azért ehhez még annyit hozzáfűznék, hogyha tanácsot kér valaki ahhoz, hogy hogy tudja hatékonyan tanácsot adni, akkor először gondolkodjon el azon, hogy ő miért is szeretne tanácsot adni. Köszönöm szépen. Én sem mondhattam volna szebben. Ja, bocsánat, nem, megmondta a Frankót Boris. Fizetős a Hangouts, mint a Live Jasmine. Hát ennyi. Ki kell dolgoznunk ezt a fizetős csatorna szolgáltatást szerintem. Nem, hát Hangouts az akkor van, amikor nyit valaki, kiteszi a linket, és aki szeretne, csatlakozik. Így van. Múltkor kipróbáltam egyébként, betettem a párásító csoportba. Egy srác jött Németországban, dolgozik, onnan jött, és ennyi volt gyakorlatilag. Még egy fiú így beesett, aztán ki is lépett. Na de tovább. Én azt kérdezném, hogy miért kerül oly sokba idehaza az aromák, készlevesek ára? Az ok, hogy a nemzetközi piacra webes rendelés esetén nem indokolt a magyar kiskeresetűek pénztárcájához mérni az árat, de a személyes bolti vásárlás szerintem lehetne mérsékeltebb is. Svédországi viszonylatban ugyanott vannak az árak, mint amik itt, pedig a kereset hozzájuk mérten igencsak szégyenletes. Azért ezt így nem merném mondani, mert nem mondjuk Angliában, ha veszel egy üveget, az 2300-2500 forint körül van egy 10 millis üveg. Vagy amit én vettem Olaszországba, az körülbelül 4000 valahány száz forint volt egy üveg. Na, úgyhogy... Tehát ugye megint kezdünk bele menni a fillérbaszóskodásba. Nézzük meg, hogy egy likvid előállítási költsége miből adódik össze. Ugye, és akkor nem számolom bele azt a folyamatot, amíg eljutsz odáig, hogy van egy olyan ízkombinációd, amivel kimersz lépni a piacra. Tehát azt most rakjuk félre, nyilván van, akinek több... Bocsi, Fifika, annyit tegyél hozzá, hogy van, és hangsúlyozd ki, húzd alá, vastagíts meg egy olyan ízkombinációt. Egy ízkombináció. És egy íz... egy íz, az nem íz, mint... Aztán, amikor te elkezdesz likvidet forgalmazni, és most már én azt gondolom, hogy vagyunk egy páran magyar származásúak, akik ebben tevékenykedünk, akkor mindenféle minőségi, megfelelőségi tanúsítványt beszerzel, a gyártót nyaggatod, esetleg csinálsz a kész likvidedről egy SGS laboratóriumi jegyzőkönyvet, stb. Stb. És akkor nem beszéltünk arról, hogy be kell szerezned az üveget, a palackot, amiben lepalackozod, hogy ahhoz venned kell legalább egy fél automata kitöltőgépet, hogy ez és nem, egy komplet laborfelszerelés. Nem egy mágneses keverőbe fél literenként kevergeted, hanem oda már egy nagyobb teljesítményű keverőgép kell, ami rozsdamentes acél, élelmiszeripari minősítéssel rendelkezik minimum. És akkor nem beszéltünk még az egyéb kiegészítőkről, gumikesztyű, szájmaszk, papírsapka, fertőtlenítőszerek,
mit tudom én, nikotintester, hogyha nem, akkor titrálod a nikotin mennyiséget, stb. Stb. Tehát van egy csomó olyan pluszköltség, amire egy sima véper a büdös életben nem gondol. Ezért olcsó otthon kevergetni, nyilván azt a konyhában meg tudod csinálni, azt akkor jó van. Erre mindenkinek megvan egyébként a lehetősége, aki meg készleves vesz, érted, az meg ne sírjon, mert Magyarországon nagyon jó minőségű 20 ml-es készlevesek kaphatók 1200 és 1800 forint között, és ugyanilyen árba akár külföldről is be tudja rendelni magának a véper. Vannak nagyobb kiszerelésűek is készlikvidekben. És még mindig nem tartunk ott, hogy mondjuk annyiba kerül, mint a cigaretta. És de, arról nem beszélve, én egyáltalán nem értem. Amire meg egyébként mindenféle fillérbaszoskodás nélkül kifizette a... Várja, Fifika, ilyenkor jön az adóászuk, hogy de én sodrósat szoktam. Akkor maradjál sodrósnál. De egyébként azt hadd tegyem hozzá, nem, de hogy... Tényleg, hülyék ellen nincs orvosság. Hogy, mert ők azt veszik alapul, hogy mennyi a borászati anyám kínjában, ahol egyébként azért tartják, mert bár tilos, de ezzel édesítik, meg cukrozzák, meg anyám kínja, cukorfokot állítanak be a boron, de megveszik a borászati boltban a végét, meg a pégét, meg hogy ő kinézi a polcról, hogy mennyibe kerül a TPA, meg az Inavera, meg az anyám kínja aroma. Csak azt nem veszi számításba, hogy mondjuk egy keverő mester, mondjuk így, ő nem ilyen aromákkal, nem ennyi aromával, nem ilyen minőségű aromával dolgozik, tehát ha föl akarjuk állítani az egyenest, akkor az egyik végén mondjuk ott van a filléres kínai poraroma, a másik végén pedig ott vannak azok az aromák, aminek deciért aranyárat fizetsz. Várjál, mert ez a kicsit sértette a filemet, ez a filléres kínai por aroma. A kínaiak sokkal, de sokkal jobb aromákat tudnak már most előállítani, mint... Nem, itt a filléres jelző az nem a kínainak szólt, hanem a pornak. Jó. Egyrészt, másrészt pedig lássuk be, és ezt mindenki látja, aki ebben a piacban érdekelt, hogy egy picit is mozog benne, hogy az, amikor a Zinaveren vagy a TPN vagy bárhol veszel egy aromát, és azzal keversz, az nem ugyanaz az aroma, amivel mondjuk a Mystic Peti, a Witchcraft vagy én keverünk. Egyszerűen azért, mert egy csomó olyan hozzáadott aroma. Titkos. Hát nem titkos. De van olyan komponens, amit például végig, hozzá se jut, mint halandó végig, ember. Végig járja ezt az iskolát, akkor előbb-utóbb nyilván rá fog akadni olyan dolgokra, amik itt szerepelnek. De most mit tudom én, készülök egy olyan dohányossal, amiben abszolút autentikus dohánykivonatok vannak, amikhez egyébként földi véper a büdös életben nem fog hozzájutni. Tehát van egy csomó olyan hozzáadott anyag, amit te nem fogsz megvenni se a TPA-n, sehol. Ha nem vagy gyártó, egyszerűen nem jutsz hozzá. És iszonyú drágák, és tényleg úgy van, hogy némelyiket az arannyal egy gyárba mérik, de attól lesz olyan egy leves, ami ennek lennie kell. Én közben próbáltam. Ja, és akkor még ugye van kiskerár, nagykerár, van személyzet, van helyiségbérlet, van adó, tehát érted? Egy csomó dolgot ki, tehát ez nem a fasz. Azt mindig elfelejtik, amit mindig fölhoztak, hát nem mindig, fölhozták, ugye amikor problémáztak, hogy de miért kerül egy Apple által gyártott akármicsoda annyiba. Nem az kerül annyiba, az filléres tétel már, ami a kezedben van, hanem az előtte tonna számra kidobott alkatrészek, tesztdarabok, mérnök órák, nem egy ember órája, likvidesítsük a dolgot, a csatornába kiöntött szar, és egyszerűsítjük a dolgokat, de direkt.
és nekem a legegyszerűbb a dolgom, mert én leginkább az egyszerű ízeket preferálom, és azt hiszi mindenki, hogy ha ő szív mondjuk egy málnát, akkor abban van málna aroma, csókolom. Nem. Abban legalább 4-5 aroma van, amiből az jön ki a végén, hogy olyan, mintha málna lenne. És ez a nem mindegy, hogy mire rájössz arra, hogyha 1 literhez te abból nem 98 millit adsz hozzá, hanem csak 96-ot, és a másik 4 komponensből így állítgatod, mint az equalizert. Hogy abból kijöjjön a végén az. Ezt kell megfizetni. Akinek nem tetszik, az pedig szívhatja nyugodtan a saját likvidjét, senki nem gátolja meg benne egyéb iránt. Most megkapok egy mondatnyi szót, mert már kétszer próbáltam. Tehát, még csak annyit akartam mondani. Csak viccet. Próbáltam, hogy csak a család kedvére csúnya szót ne ejtsek ki a podcastben, de ezt is kikényszeríted. Na, szóval, ha jól emlékszem, volt egy ilyen a kérdésben, hogy az aromák is miért drágák. Én nem értem, hogy legalábbis én lennék úgy elkényeztetve, hogy azok a 7-800 forint per 5 milli aroma az szerintem olcsó. Tehát én egy litert be tudok keverni 10.000 forint körüli áron. És az az egy liter, az gyakorlatilag rengeteg. Most, akár egy évig is kijöhetsz belőle. Bőven, hogyha nem annyit vépelsz, mint Csábi, akkor egy évig is kijöhetsz belőle. Igen. Na, szerintem jó, körbe trókodtuk, én csak nekem még tényleg egy utolsó ilyen megjegyzésem lenne a dologhoz, hogy egyszer főhívtak, hogy nem működik a nyomtató, nem tudom én, tőlünk 40 kilométer egy házi orvosi rendelőbe. Kimentem, megírtam a kis számlámat, és bedugtam a 220-ba a nyomtatót. És akkor nézett így a nő, azt mondja, hát miért ennyi? Hát csak bedugta a 220-ba. Hát miért kell nekem ennyit fizetni? Mondom, nem azt kell kifizetni, azt a 20 évet, hogy tudtam, hogy hova kell nyúlni. Ennyi. Különben még most se nyomtatnának. Nézem, hogy van-e valami kérdés még. Akkor én megragadom az alkalmat, betettem a linket Farszalinos doktor weboldalához, ahol rögtön a főoldalon nagy betűvel ki van írva, hogy a formaldehides cikkek forrásainál a hivatkozott kutatásban egy már eleve égett patronnal végezték el a kísérletet, úgyhogy gyakorlatilag az egész eredmény kuka úgy, ahogy van. Ezeken a területeken itt mutatom, hogy fuck you, bazd meg. De a többire is. Ha lehet, hogy még nem éltél akkor, mikor ez a mém ez legyártódott. Nem, én ezt ismerem. Én ismerek olyat is, aki a készítésében részt vett. Remek. Ha egyre gondolunk. Igen, igen. Itt esni fog az eső azért, mert betonoznak. Igen, mert betonoznak. Lehet, hogy ez... Arra mutat a nyíl, hogy úgy fontosan a drágom. Lehet, hogy ezt kéne berakni. Nem tudom, hogy vagy a kultúrában, vagy a videórovatban. Valamelyikben mindenki. Ahova akarjátok, de ugye most az előző videórovatunkban volt az Inokin gyárlátogatás videója a Filbuszárdóval, most a Kangertekhez látogattak el, én azt benhagynám, de oda lehet... Jó, hát akkor majd megy a kultúrába. Suasztani. Vagy nem, de... A kultúrában meg az 51-es igen, ezért akartam mondani, hogy formabontóak leszünk, és két videót fogunk berakni. Nem kér semennyit enni az a pár karakter. Tudni kell, hogy miről van szó. Még záró előtt nem, még várjá, annyit... Várjá. Záróra előtt még van egy olyan poszt, vagy nem tudom, bejegyzés, amit már 3 alkalommal is eltoltunk, most nem szeretném eltolni. Jó, dobjuk ki akkor a francba, ez már nem érvényes. Na mondjad! Nem. Mondjad. Hogy be se.
van egy blog, aminek egyébként az előzménye szerepelt már a párásítóba, tehát azért volt ez nekem ilyen kicsit a szívügyem. Ez a blog az alkohol és a kábítószer blog, amiben fölhívja a szerző a figyelmet arra, hogy egyre jobban szaporodnak az e-cigaretta körüli szabadalmak. Ami azt jelenti egyébként, hogyha megnézzük, hogy kik adták be ezeket a szabadalmakat, akkor azt jelenti, hogy azt jelenti, hogy a nagy dohánygyárak valószínűleg készülnek az e-cigaretta piac meghódítására. És van egy nagyon jó kis infografika benne, ahol a különböző cigaretta gyártóknak a beadott szabadalmi mennyiségét lehet látni, és bizony nem kevés. Arra a körcikkes... Igen, 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 igen. Elég durva számok, ahogy nézed. Elég durva számok, ahogy nézed, és valószínű egyébként, hogyha tehát azt kell tudni, vagy látni, hogy itt az elkövetkezendő 2 évben biztos, hogy egy nagy robbanás előtt áll az e-cigaretta piac. És a robbanást azt nem a véperek fogják indukálni, hanem a nagy dohánygyárak, amikor majd mindenhol meg fog jelenni az e-cigaretta az ő olvasatukban. Amiből mellesleg egyébként a most e-cigaretta szaküzletként működő boltok is nyilván megkapják a maguk leeső szeletkéjét, mert hát lesznek egy csomóan, akik ki fognak lépni, de ahhoz, hogy a dohányosok megismerjék az e-cigarettát, ahhoz viszont nagyon. Tehát én mindig azt mondtam, és a mai napig is ezen az állásponton vagyok, még ha csúnyán is néznek rám, hogy egy ilyen mérvű bővüléshez ezek a cégek kellenek. És egy csomó dohányos majd rajtuk keresztül fog eljutni az e-cigarettához, és aztán tovább lépni egy jobb vagy komolyabb készülékhez. De a piac bővítését ők fogják végrehajtani. Tehát ha itt most azt nézzük, hogy 4 év, 5 év távlatában Magyarországon tudtunk 20-30 ezer embert e-cigarettához szoktatni, akkor majd ők, nem tudom én, olyan félmillió környékén fognak megállni, vagy afölé fognak csúszni ebben a történetben. De egyébként, várjál, érdekes ez az infografika, szerintem nem szúrt neked szemet, van ott egy adat. Ha megnézed, majd több mint a negyede Philip Morris. Igen. A Philip Morris Reynolds Tobacco, Alexa, Philip Morris Production, ezek majdnem a 45%-át kiteszik. Nézted, hogy kicsoda a zöld? Enyhe hatásszünetet tartok. Olvasom, ha nem tudod, mert olyan vén vagy, mint a mátra. Hon Lik. Nem ugrik be a neve? Nem. Elég szomorú egyébként. Hon Lik az a kínai gyógyszerész, aki 2003-ban szabadalmaztatta az elektromos cigarettát. Igen, mert szerintem ő akkor egy halom szabadalmat beadott. Tehát ahhoz képest, hogy ő itt ebben a grafikonban egy magánszemély, azért elég tisztességes elég az a szelet. Elég tisztességes, igen, az a szelet, így van, így van. És hát majd jönni fognak ugye a fölvásárlások, meg az egymás szabadalmainak megsértése, bár nem tudom, hogy egy üvegszál, meg egy tekerés mekkora problémát fog okozni, de engem kezd már az egész egy picit így az Apple-Samsung háborúra emlékeztetni. A fülemet ilyenkor, mintha recés tőrrel szurkálnád, hogy Apple, az Apple. Apple. Mindegy, ezen nem veszünk Apple. Össze. Samsung háborúra kezd emlékeztetni. Nem, nem, de... nem, abszolút nem. Ezt tudod, mire emlékeztet? Vagyis, hogy mit vizionálok ezeket a mindenféle szabadalmi pereskedéseket, hogy amit te is mondtál, beperellek azért, mert olyan műanyag dobozban árulod az elektromos cigarettát,
mint amilyenbe én árulom, mert csak 2 milliméterrel nagyobb, de a formája az ekte, mint az enyém. Hát így van. És valószínűleg megtartom egyébként, hogy előbb-utóbb elkezdik a likvid összetételeket is szabadalmaztatni. Emlékszel arra az aksi töltőre, amit kisorsoltunk a Talin? Az az iKISS? Igen. És ha lejjebb görgetsz, nézd meg az Enjoy-nak a töltőjét ugyanígy? Már egyébként azért érdemes a cikkre rákattintani, mert itt egy halom olyan innovációt lehet látni cigaretta méretbe, formába, amit ritkán lát az ember, illetve még nem törtek be ezekkel igazából a piacon. Ez valahol a középtájon van, jobb oldalon egy fehér, 4 doboz egymás mellett, és abban áll egy ilyen cigaretta, és kiköpött olyan egyébként a töltő, mint ami az iKISS-nek is. A 4 doboz. Fehér, és keresztbe vannak rajta színes csíkok. Kis színes csíkok, megint csak... Az Enjoy. Azt mondom, igen. Ugyanolyan a doboza, vagyis ez az aksi töltőforma, mint igen, az iKISS-es KISSBOX. Ez egy PPC-szet, vagy igen, jól mondom, PPC-szet. Na, szóval mindenki készüljön fel arra, hogy óriási bővülés várható az e-cigaretta frontján. Ezzel együtt meg nem tudjuk, hogy majd ugye az unió és a kormányzatok ezt hogyan fogják lereagálni. Én viszont még annyit hozzáfűznék a készüljetek, készüljetek, készüljetekhez, hogy be fogok rakni 2 darab linket. Az egyiknél teljesen önös érdekből egy modkészüléknek a gyártói oldalára, illetve a hírekre lehet feliratkozni. Ez jelesül ez az OG Mods-nak a készüléke. Iratkozzatok föl rá, lesznek még ott is meglepetések. A másik link pedig az e-cigi teszteknek a hírlevél feliratkozása. Mindenkit buzdítanék, hogy kattintson rá, mert hamarosan érdekes dolgok fognak történni az oldalon is, hírlevélben is. Egy szót mondok csak, szindikátus. És többet nem. El fog jönni az ideje, hogy megtudjátok, hogy miről van szó. Szépen a 2 linkre kattintsatok rá, és iratkozzatok föl. Ti lesztek az elsők akkor, akik megtudjátok, hogy ki van benne a szindikátusban, és mit fog csinálni. Úgyhogy én ennyit szerettem volna még a... Nem tudom, ki van benne, de a macska elkezdett borzasztóan nyávogni. Biztos hívni, hogy menjél fát vágni. Ez most nagyon magas labda volt, de nem csapom le. Mondjad már! Nem leszek szerintem. Ne, mondjad már, nem sértődik meg Fifika. Akkor mondom úgy, hogy legalább már nem a kutya ugat. Kösz. Adózzunk 1 perces néma csenddel Fifik a kutyájának, aki az örök vadászmezőkre távozott. Köszönjük szépen. Leülhettek. Már csak adás címet kéne találni. Hanyadik is ez? 51. Hát, hú, ez most nagyon rosszul is eshetett volna. Hanyadik is ez? Ez egy összeesküvés elmélet lesz. Nekem volt most egy gyakorlatom, ahol a tanár úr ezzel kezdte az órát, a valószínűség számítás órát, hogy a 21. században vagyunk, itt már nem összeesküvés elméletek, hanem maguk az összeesküvések vannak. Úgyhogy szerintem az 51-es körzet az erősen az ide, és akkor is misztikum lengené be az egész adást. Azt fűzném hozzá ahhoz, amit mondtál, hogy az 51-es körzet az még a múlt évezredben keletkezett. Tehát ilyen szempontból mondhatjuk, hogy ott még összeesküvés elmélet volt, és az, hogy átcsúszott a 21. században, arról meg szerencsétlen nem tehet.
Jó, akkor szerintem ezzel zárjuk. Mindenkinek köszönjük az egész éves figyelmét, és hogy eljöttek a közönség találkozóra, és hogy ezt az adást is meghallgatták. Mindenkit... Még annyit hagyd tegyek már hozzá, hogyha valaki esetleg este 11-kor nem érni el a V42-nek a weboldalát, akkor keresse Csárit nyugodtan, mert ő az éjszaka jeletes. Szeretném kérni, hogy te pedig sor vagy el, este 11 után rád fogom irányítani a telefonhívásaimat. Mert hogy ez is megtörtént. Még az jutott eszembe, és ez végletekig elkeserített, hogy ma is írt valaki, hogy olyan jó lenne, hogyha az adást le lehetne tölteni, mert ő hallgatna az autóba, vagy mit tudom is én, hogy már hol. Hogy akkor ezek szerint senki nem olvassa az adásmeneteinket, senki nem kattintja az adásmeneteinket, mert az adásmenetek alatt le lehet tölteni MP3 formátumban, fönt meg lehet hallgatni, tehát nem kell semmire föliratkozni sem, bár mi azt preferáljuk, hogyha föliratkoztok, hiszen annál tisztább, szárazabb, biztonságosabb érzés nincs, de megvan minden az oldalon. És ez, amiről beszélgetünk itt órákon keresztül, szépen összegyűjtve linkekkel, magyarázatok az nincs, de linkekkel, leírásokkal, videókkal, mind ott van a weboldalon, úgyhogy mindenkit arra tudok csak buzdítani, hogy ne féljen kattintani. Én pedig köszönöm a figyelmeteket, örülök, hogy itt voltatok velem, és azt nem mondtuk el, vagy elmondtuk, hogy miért nincs itt Mújó? Nem mondtuk el. Mert hogy szegénykém elkapta ezt a kórságot, úgyhogy csak annyit tudott közölni elgyengülésében, hogy nekem jó a csütörtök. Én nem azt mondta, két hírem van, egy jó, meg egy rossz, mondom, kezd a jóval. Mostantól jó a csütörtök, mondom, oké, mi a rossz? Nekem nem most nem jó a csütörtök. Beteg vagyok. Úgyhogy hát ő az ágyat nyomja, innen kívánunk neki jobbulást. Mújó, megpróbáltunk téged helyettesíteni, döntsd el, hogy sikerült Matyival. Nem volt ez szerintem olyan rossz? A formaldehid legyen veled. Meg veled is. Sziasztok! Főleg. Sziasztok! Lackó Attila, ne sírj! Ez most ilyen rövid lett. Egy élmény volt. Sziasztok!